Az előző hetet azt online néztem, az Ajka Issza online-on természetesen, kövessétek a Facebookon is, illetve valószínű honlapon is találtok róla sok-sok érdekes dolgot. Hogy tetszett? Erre szeretnék válaszolni. Az előző héten néztem majdnem végig online, ahhoz képest a zsűri sokkal több negatív kritikát fogalmazott meg, ami tetszik, tehát hogy nem hitegetjük azt, ami kevésbé jó, azzal, hogy jó. A múlt héten több olyan kevésbé jó produkcióra hangzott el az, hogy jó, ami kevésbé volt jó. Az idén, vagyis hát a mai napon viszont elmondták azt, hogy kevésbé jó arra, ami kevésbé volt jó. És az abszolút jogos, tehát a Beck is megmondta többször, hogy ő ezzel nem ért egyet, hogy ezt nem így gondolná, és abszolút igaza volt ebben. Tehát ma nem volt olyan visszafogott a zsűri, mint a múlt héten. Így van, és ez abszolút pozitív. Tehát egy ilyen tehetségkutatónál szerintem abszolút fontos az, hogy a zsűri elmondja, hogy szerintem mi a jó és mi a nem. Mert végülis azért zsűri, nem? Tehát hiába hitegetjük azt, aki kevésbé jó, abba, hogy folytassa azt, amit csinál, mint azt, aki jó benne, nem? És neked hogy tetszett ez az utolsó produkció nálam egyértelműen ma? Szerintem ők fognak nyerni. Egy ilyen mai nap minden rádióból szóló számmal elég könnyű nyerni, én úgy gondolom. És na ezt jó, jól sikerült feldolgozni, ezt tegyük hozzá. Így van, pont azt akartam mondani, hogy azért a feldolgozás az nem mindig sikerült. Tehát kevés az, hogy feldolgozunk egy slágert, és akkor ez abban be tudunk futni. Ez jól kell feldolgozni. Ha mert én egy kicsit a Paddy Andrews-t láttam a srácokban, viszont az előadás az abszolút teljesen más irány volt. Van, aki előadott ismert előadók dalát, nem? Tehát innentől kezdve, hogy valaki egy ismert dalt ad elő, vagy egy ismert együttesre próbál hasonlítani. Mindenkinek ez a saját dolga. Köszönjük neked, Tamás. Váci Tamással beszélgettünk.